Az Európai Unió, mint oly sokszor tette már, újra az átlagember életét nehezítené meg értelmetlen javaslatával, mely most a jogosítványokat érinteni. Az Európai Bizottság év elején javasolta az uniós jogalkotóknak, hogy vizsgálják felül a közlekedés biztonsági ajánlás csomagot, amely magába foglalja az Európai Uniós jogosítványok irányelveit is. Az Európai Parlament elébe nyújtott szakbizottsági jelentés tervezetben ennek fényében rukkoltak elő a B-kategóriás jogosítvány kettéválasztásával, mely gyakorlatilag minden Európai Unióban élő, jogosítvánnyal rendelkező embert érinthet, mind adminisztratív, mind pénzügyi megterhelés szempontjából. A jelentés tervezet a jelenlegi B-kategóriás jogosítványt két kategóriára szedné, B és B plusz kategóriára, mely gyakorlatilag azt jelenteni, hogy mindenkinek kettő jogosítványt kellene megszereznie, ha 1,8 tonna súly feletti gépjárművet szeretne vezetni, illetve szeretné elkerülni azokat a korlátozásokat, mely a jelentés szerinti alsóbbrendű B-kategóriás jogosítványt érinteni. Ebből is látszik, hogy az Európai Unió ahelyett, hogy megoldaná a tagországokban dúló inflációt, munkanélküliséget és más sokkal életbevágóbb társadalmi kérdéseket, megint csak a tagországokban élők helyzetét nehezíteni. Ma Magyarországon már így is csillagászati összegekért tud csak valaki jogosítványhoz jutni, mely főleg a fiatalokat sújtja, hiszen egy átlagos diáknak nincs annyi jövedelme, hogy ki tudjon fizetni akár 5-600 ezer forintot a tanfolyamért, a családoknak pedig így is küzdeniük kell a növekedő élelmiszerárakkal, valamint a fizetésük elinflálódásával. Idén áprilisban fel is szólaltunk annak érdekében, hogy a kormány tegye ingyenessé jogosítványszerzést a 20 év alatti legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok számára. A Mi Hazánk ifjai elfogadhatatlannak és életszerűtlennek tartja az Európai Unió B-kategóriás jogosítvány felosztására irányuló tervezetét, hiszen ezzel újra az átlagemberek mindennapjait és a fiatalok életkezdését nehezítenék, ahelyett, hogy az igazán égető problémára keresnének megoldásokat. Köszönöm.